Számos célkitűzéssel és feladattal indult a 2020-21-es nevelési év. Az őszi időszakban teljes nyitással indultak az óvodák, azonban akkor már a vírushelyzet egy veszélyhelyzetet jelzett az intézmények számára, így egy nagyon szigorú intézkedési terv mellett tudták indítani az óvodai évet. A részletekről Gulyás Ferencné intézményvezetővel beszélgetünk. Mai vendégünk Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit, és köszönöm szépen a meghívást. Számos célkitűzéssel és feladattal indult a 2020-2021-es nevelési év. Mik történtek az őszi időszakban? Az őszi időszakban ugye már akkor teljes nyitással indultak az óvodájaink, azonban akkor már a vírushelyzet egy veszélyhelyzetet jelzett az intézmények számára, így egy nagyon szigorú intézkedési terv mellett tudtuk indítani az óvodai évünket. Ezek ugye nagyon komoly rendelkezéseket tartalmaztak arra vonatkozóan, hogy a szülőkkel hogyan tudjuk tartani a kapcsolatot, milyen programjaink lehetnek, hiszen itt ugye már akkor az óvodákba csak a szülők jöhettek be, napi hőmérsékletmérésre volt szükség, a kézfertőtlenítést ki kellett alakítanunk. Sajnos azonban a november-decemberi időszakban nagyon sok megbetegedés volt az óvodáinkban, úgy a gyerekek között, mint a felnőttek között, ahogyan ugye emelkedtek az országos számok a megfertőződésekben, ez tükröződött az intézményünkben is. Így volt több óvodánk, ahol az oktatási hivatal rendkívüli szünetet rendelt el egy-egy csoportra vonatkozóan. Aztán a téli szünet után ott azért egy kicsit enyhült a helyzet januárban, amikor újra kezdtük az óvodát, de hát sajnos ez márciusig tartott, és március 8-a óta 6 héten keresztül most rendkívüli szünet volt elrendelve az intézményünkben. A rendkívüli szünet ideje alatt milyen feladatokat végeztek el, gondolok én itt nyilván természetesen a fertőtlenítésekre, illetőleg a gyermekfelügyelet, a gyermekétkeztetés ebben az időszakban hogyan zajlott? Ebben az időszakban valamennyi óvodánkban gyermekfelügyeletet láttunk el, annak érdekében, hogy a gyerekek mégis a megszokott környezetükben legyenek, a saját óvonénieikkel, dolgozóinkkal legyenek együtt, ezért úgy döntöttünk polgármester úrral, hogy valamennyi óvodánkban biztosítjuk a gyermekek számára a felügyeletet. Ezt azok a szülők vették igénybe, akik elsősorban mindkét szülő dolgozott olyan helyen, hogy nem tudták megoldani otthoni körülmények között a gyermekek ellátását. Így a kezdeti időszakban egy olyan 30-40 gyermek volt a városban, aztán a nyitás időszakában 6 hét után akkor már elértük azért a 100-110 főt is az ügyeleti rendszerben. De amellett, hogy a gyermekeket az óvodában elláttuk, emellett biztosítottuk az otthon lévő gyermekeknek is a gyermekétkeztetést, amelyet az étkeztetőnk kicsomagolva egyénenként elkészített, és ezért a szülők az óvodába érte jöttek, és haza tudták vinni a gyermekeknek. Erre is nagy igény volt, egy olyan 200 adag körülbelül minden nap kiszállításra került. Hogyan segítették az otthon lévő gyermekeknek és nyilván a szülőknek a munkáját? Ugye mindemellett nagyon nagy figyelmet fordítottunk arra is, hogy akik otthon vannak, velük is kapcsolatban maradjunk. És a kapcsolattartás mellett tavalyi évben, egy évvel ezelőtt létrehoztuk a Karcagi Óvodások Tarka-Barka perceit a közösségi oldalon, és ezen az oldalon az óvodapedagógusaink olyan fejlesztési tartalmakat töltöttek fel, amelyeket a gyermekek otthon a szüleikkel együtt meghallgattak, megnéztek, a tevékenységeket, kézműves ajánlásokat kipróbáltak, mozgásos tevékenységeket is bemutattak a kolléganőim. Ennek az oldalnak nagyon nagy sikere volt a szülői visszajelzések alapján, és mondhatom azt, hogy nem csak az óvodáinkban járó gyermekek, hanem még vidékről is olyan pozitív visszajelzéseket kaptak a kolléganők, aminek nagyon örültünk, hiszen az volt a célunk ezzel, hogy ezen a felületen is egy picit támogassuk azt az otthonlétet, tartalmasabbá, színesebbé, gazdagabbá tegyük.
voltak zenei tevékenységek, mesetevékenységek, és hát olyan produktumok is megjelentek, amelyek a módszertárunkban, az intézményünkben a későbbiekben majd kidolgozásra kerülnek, meg már kidolgozásra kerültek jó gyakorlatként és bemutatásra. És hát emellett ugye ezeket az óvodapedagógus kollégáim végezték, a nevelőmunkát segítő dolgozójaink és a fűtő karbantartójaink pedig elsősorban az épületek karbantartásán dolgoztak, hiszen ez elsősorban a nyári időszakra szokott esni, az óvoda épületeknek a festése, fürdőszobáknak, konyháknak a tisztasági meszelése. Most azonban ezt az időszakot kihasználtuk erre, hogy a csoportszobájainkat a Táncsicskör út 19-es óvodába mind a 4 csoportszobán kifestésre került mosdóhelyiségek, öltözőhelyiségek, folyosók, tehát minden olyan terem, hiszen ez az óvodánk az, amelyik a nyári időszakban ügyeleti ellátás keretében biztosítja a város összes óvodájába járó gyermeknek az ellátását. Úgyhogy a fűtőjeink ezen dolgoztak, a karbantartó munkatársak. Ez szerencsére véget is ért, hiszen mire a nyitás lett, addigra már szépen visszarendeződtünk a terembe. Ott van még egy olyan csoportszobánk, ami parkettás. Ennek a parketta csiszolására, lakozására is sor került a festést követően, úgyhogy nagyon szép környezetbe vártuk vissza. Természetesen a többi óvodánkban is igyekeztünk az olyan feladatokat ellátni, amelyeket előnyösebb akkor, hogyha kevesebb gyermek van. Úgyhogy ott is végeztünk különböző udvarrendezési feladatokat, amelyek ebben az időszakban elvégezhetőek voltak. A szülők visszajelzései alapján egyébként a gyermekek ezt az otthon töltött időt hogyan élték meg? Nyilván már volt élményük erről, hiszen ugye az első bezárás ideje alatt is így történt. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen azt gondolom, hogy a gyerekek nagyon szeretnek otthon lenni. De ebben a helyzetben ez egy nagyon, a családok számára is egy nagyon kritikus időszak volt, hiszen akik dolgoznak, azoknak azért volt nagyon nehéz megoldani ezt a helyzetet. Ahol iskolás gyermekek vannak, ők otthon tanultak. Több korosztályt kellett ugye a szülőknek, ahol több gyermek van, ellátni ugyanabban az időpontban, időtartamban. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz időszak volt. Várták a gyerekek, hiszen ők azért a közösségben barátaik vannak, társaik vannak, együtt játszanak, ebben az életkorban már nagyon nagy szükségük van azokra a szociális kapcsolatokra, amelyeket már kialakítottak, még a legkisebbek is a tavaszi időszakra. Úgyhogy én úgy gondolom, nagyon várták a szülők visszajelzései alapján, és nagy örömmel is jöttek, hiszen az óvodásainknak a nagy része a nyitást követően megkezdte az óvodát. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm szépen én is.